János talán maga is meglepődött, hogy ekkora feladattal bízta meg őt az Isten.
hogy neki kell rámutatnia az Úr Jézus Krisztusra. Milyen nagy kísértés az emberben, hogyha kap egy ilyen nagy feladatot, hogy akkor saját magát állítja a központba, a középpontba. Ugyanúgy velünk is elő szokott fordulni, hogy kapunk egy feladatot, ékes, szép rendben megcsináltuk, és utána kiállunk a középpontba, hogy én voltam. Én voltam ilyen ügyes, aki meg tudtam csinálni. Magunkra irányítjuk a figyelmet, emberi tulajdonság és emberi gyarlóság, és nehezen tudunk ettől megszabadulni. És minden cég feladatnál és kiemelkedő fontos feladatnál óhatatlanul arra terelődik a figyelem, aki azt végrehajtotta. Igen, ám csak, hogy ebben a történetben, Jézus eljövetelének a történetében minden figyelem Istenre irányul, mert minden Isten lesz. És hogyha ebben embereket fel is használ, akkor ezeknek az embereknek meg kell tudni azt, hogy nem ők a fontosak ebben a történetben, hanem az, aki küldte őket, aki megbízta őket a feladat elvégzésével. Miről is van szó az igény alapján? Arról, hogy Jézus eljövetelének ügyében ennek meghirdetése, ennek az előkészítése kizárólag Istennek a dolga. És ő ezt meg is teszi. De emberek közreműködésével hirdeti meg, hogy jön a Messiás. Jön Krisztus, aki tanít minket szeretni. Jön Krisztus, aki tanít minket megbocsátani. Jön Krisztus, aki maga is bűnbocsánatot ad nekünk, hogy ekkor majd mi is ott legyünk halálunk után az Isten jobbján. Jön Krisztus, és ehhez embereket használ fel, hogy ezt hírül adják a világban. Hány embert használt fel már az Isten az egyház történelem folyamán? Megszólította őket, Luther, Márton, Calvin János, és sorolhatnánk az egyház történelem hősei. Menj, és hirdesd az Isten. Szólj az embereknek az Istenről, hogy az Isten mennyire szeret bennünket, hogy majd karácsony ünnepén megszületik ide közénk a Messiás. Megszületik közénk az a szeretet, amivel jó lenne nekünk is élni ebben a világban.